Mindenkit sok szeretettel üdvözlök! A most következő rövid videóban az Options menüvel és a Toast elemmel ismerkedünk meg, és ebből fogunk felépíteni egy nagyon egyszerű demo alkalmazást, hogy ezekkel a UI elemekkel megismerkedjünk. Indítjuk el a Visual studio és hozzunk létre egy új projektet, ugye Android Application, ezt a templétet válasszuk ki, és a desktopon létehozok egy Android Option menü projektet, amelyet az asztalon fogok létrehozni. Mielőtt elkezdenénk írni a kódot, Beszéljünk pár perc elejéig arról, hogy mi is a Toast, mi az Options menü, hogyan is kell azt használni. Először is a tósztor beszéljünk pár gondolatot. Itt látható egy nagyon szép ábra, ami vizuálisan elmagyarázza, hogy milyen felületi elemről van is szó. Képzeljük el azt, hogy egy listáról ki akarunk törölni mondjuk egy elemet. Ekkor egy alert dialógot kapunk, erről majd még később beszélni fogunk, ahol ugye le lehet okézni ezt a szándékot, vagy pedig, ha meggondoljuk magunkat, akkor mégsem segítségével ettől el is állhat. Amikor megnyomjuk az OK gombot, akkor szeretnénk valamilyen visszacsatolást adni a felhasználónak, hogy igen, a szándékot vettük és végre is hajtottuk. Erre egy kiváló elem a toast. A toast az tulajdonképpen egy felúszó felhasználói felületet, elemet. Buborékot jelent, amelybe kis üzeneteket tudunk küldeni a felhasználó számára, amely pár másodperc múlva önmagától fog eltűnni a felülettől. Azért a neve, mert hasonló a működési mechanizmusa ahhoz, amikor pirítós készítünk, és a kenyeret magát a pirítós gép kirobja, hogy ugye aztán megkenjük lekvárral vagy vajjal. Tehát innen az elnevezés. Hogyan lehet ilyen toast üzeneteket küldeni a felhasználónak? Ugye van egy toast nemű osztályunk, annak meg kell hívni a még text nevű metódusát, ott át kell adnunk a kontextust, amivel dolgozunk, majd magát a message-t, az üzenetet, ezek rövid üzenetek, meg kell adni a tósznak a hosszát, hogy hány másodpercig jelenjen meg a felületen, ez lehet short vagy long, a, az, hogy ez mennyi időt is jelent, azt a rendszer dönti el, majd legvégül meg kell hívni, nagyon fontos, a show metódus, ugyanis ekkor fog megjelenni a felületen maga a toast. Egy nagyon egyszerű elemről van szó, külön ezért nem is csinálunk hozzá demo alkalmazást, ebbe az options menüs példába fogjuk beépíteni. Na akkor pár gondolat a menüről, az options menüről. Ugye, ha angolul kellene meghatározni. Alapvetően van egy menügomb a telefonunkon, amelyet amikor mennyomunk, nyilván ugye eznek a szerepe egyre kisebb, fölkúszik egy menü, általában hat. Ö, részből állhat egy ilyen menü, amelyet rácsáló szerűen el az Android. Szépen látható itt középen az ábrán, hogyha ö, hat elemünk, vagy annál több van, akkor a hatodik elem az egy ilyen more feliratot kap, hogyha megnyomjuk, akkor megyünk tovább a harmadik állása, amikor ugyan, ugyanis ez az expanded menü lista jelenik meg, és a to további menüpontokat tudjuk erről... Ö, kiválasztani. Tehát alapvetően beállításokat szolgál, az options menü a képen ilyen jelenik meg, de azt is meg kell jegyezni, hogy az Android 3.0 óta a platformban, az Android platformon a szerepe folyamatosan csökken, és átveszi az Action Bar ezt a feladatot. A menük támogatásához, ha kódból, tehát kódból akarjuk létrehozni, akkor az on people options menü metódus kell felülírnunk, valamint az on options Item selected metódust, amiben ugye megkapjuk a, menü, a kiválasztott menü elemet, és ennek függvényében tudunk aztán különféle üzleti logikát megvalósítani. Röviden ez a menü, Célszerű megismerni, de az tény, hogy egyre kisebb a szerepe, és ma már az action bárokat használjuk helyette. Meg kell jegyeznem azt is, hogy nem csak kódból, hanem XML előfordulásból is létre lehet hozni menüt. Ez véleményem szerint egy sokkal szebb megoldás. Ugye a Resources mappán belül létre kell hozni egy menü mappát, és abba elhelyezni az XML állományt. Szépen lehet látni itt a példában, hogy van egy menü gyökérelemünk, amelyekbe itemeket helyezünk el. Minden itemnek van egy title -je. Itt ugye item 1, ITEM 2, ez az a szöveg, amit ugye lát majd a felhasználó, és az itemekbe is lehet ágyazni menüt, és így lehet létrehozni úgynevezett almenüket, submenüket. Ugye itt lehet látni, hogy ITEM, Title Submenü. Ezt a feliratot fogjuk látni, és ebbe elhelyezünk egy új menüt, amiben aztán újabb itemeket fogunk elhelyezni, és ezek már submenü 1, submenü 2 névre fognak hallgatni. Ha XML-ből hozzuk létre a menüt, akkor viszont az onCreate Options menü metódus felülírása a kötelező, amit csak az első alkalommal fog meghívódni, amikor ugye ezt a menüt felépíti a rendszer. A kiválasztott menüpontot ugyanúgy az On options item metódus felülírásával tudjuk nyakon csípni. Ennyit az elméletről, és akkor most nézzük meg, hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban. Térjünk vissza a Visual studio -hoz. Itt is vagyunk, megérkeztünk a Visual studio és akkor hozzuk létre az első menünket, amelyet ugye kódból fogunk elkészíteni, csak azért, hogy szokjuk ugye magát a menü készítést. Először is léte kell hozni egy konstans változót, ez fogja eltárolni azt a menüpont azonosítót, amivel magára az egyik menüre tudunk majd hivatkozni. Ennek legyen a neve az, hogy item ID aluvonás, show message. Tehát ez egy olyan menüpont lesz, amelyel ugye üzeneteket fogunk tudni megjeleníteni, ez lesz az ID-ja, amit ide beírok, mégpedig az egyes. Jó, ezzel egy picit előre ö, dolgoztunk, mindjárt föl fogjuk használni. Akkor most írjuk felül az on prepare options menü metódus, tehát override on prepare option, options menü, nagyon jó. Kitöröljük az ős az értékét, és true-val természetesen visszatérünk, és akkor most jön maga a munka, itt megkapjuk magát a menüt, kitöröljük ugye a biztonság kedvéért a tartalmát, hogy semmilyen más menüpont ne legyen benne, csak az, amit mi bele fogunk helyezni, és most a menühöz adjunk hozzá az add metódussal menü elemeket. Először is meg kell adni a csoport ID-t, a group ID-t, amit mi most nagyon egyszerűen elintézünk a menü nan értékével, ugye amikor ez nem fontos, akkor ezt használjuk. Ezután jön az item id, és itt használjuk fel az előre elkészített item ID alulvonás show message azonosítót, és megyünk tovább, megadjuk a show számát a menübe, ez lesz a nullás, valamint a feliratát, hogy show toast message. Ugyanis ezzel egy toast üzenetet fogunk megjeleníteni a felületen. Egy másik menüpontot is hozzáadhatunk. Ennek legyen egyes az értéke, írjuk ezeket át, de ez most esetünkben lényegtelen, és legyen az, hogy exit az értéke. Készen is vagyunk. Akkor most jön, hogy mi történjen, ha kiválasztjuk a egyes menüpontunkat, ugye figyeljünk, hogy akkor ez ne egyes legyen, hanem kettes, itt egy kicsit hibáztam, és írjuk fölül az override on options item selected metódust, on options item selected, nagyon jó, egy switchet használjunk föl, bejön az item, és ugye neki van olyanja, hogy item ID, meg group ID is, tehát hogyha ID-ra kérdezünk rá, akkor item ID, group ID, item ID kell nekünk, és akkor azt mondjuk, hogyha ha item ID show message, akkor dobjunk föl egy toastot, Ugye, ahogyan mondtam, át kell adni a kontextust, és szépen megadjuk magát az üzenetet. Hoppá! Így né. Meg kell adni a hosszát. Itt lehet látni, hogy long vagy short legyen. Legyen ez most short bezárjuk, és show metódussal meg fogjuk ezt jeleníteni, és a végén természetesen a break ne maradjon le, és ha minden igaz, akkor el is készültünk az első applikációnkkal, a nevét még egy picit kiavítom, hogy Sandroid kötőjel options menü, és ahogyan szoktam, ez lesz a main Activity. Csak hogy a minták is szépek legyenek. Így van. Már is tesztelhetjük az alkalmazásunkat. Így van. Nyomjuk meg a menügombot megjelennek a menüpontok, kiválasztjuk a Show Toast Message, és megjelenik maga a Toast, Toast Message, és eltűnik. Jó. A toast még annyit, hogy ez volt a Short, de hogyha egy longot állítunk be, nézzük meg ezt is, akkor nagyjából lehet érzékelni a kettő közötti különbséget. Menü, és ez most egy hosszabb lesz. Tehát ezt el tudja olvasni az üzenet hosszától függően, kell ezt ugye beállítani a felhasználó, majd magától el fog tűnni. Jó, most kiavítok pár elgépelést, mert azért ez így nem szép. Tehát így. Ni. És próbáljuk ki azt, még itt a menünél, hogy a sorrendet változtatjuk. Tehát, ugye. Ez a nullás az első, tehát ez lesz az első a listába, és itt van ugye az egyes, ez pedig mellette, tehát alatta helyezkedik el. Ha ezt most átírom, tehát ez lesz az egyes, ez pedig a nullás, akkor ugye az exit lesz följebb, mint a show toast message feliratú menüpont, és akkor nagyjából átláttuk, hogy hogyan is kell fölparaméterezni ezt a menüad metódust. menüpont és lehet látni, hogy itt van az exit, itt pedig a show toast message, itt pedig az Android emulátoron tudunk lépkedni a menüpontok között, rámegyünk, kiválasszuk és megkaptuk az üzenetet. Azt gondolom, hogy egészen érthető ez a példa, picit haladjunk tovább. Bár kódból össze lehet rakni a felhasználói felületet, nem célszerű, ezért mi most XML-ből fogjuk ezt elvégezni. Menjünk a Resources folderbe, és hozzunk létre egy új mappát, ennek a neve legyen az, hogy menü, majd ehhez adjunk hozzá egy új itemet, Android Layout, és akkor ez legyen az, hogy main Main menü. Kipipáljuk, mert amúgy se kell uh, OpenVit XML texteditől ígyni, és akkor ide szépen átmásoljuk a menünek a leírását. Ezt kitettem a powerpoint a Notepad-be, Ctrl c vel kiveszem, és szépen e helyére be fogom illeszteni. És itt van a menü leírásunk, item1, item2, submenu, és így tovább. Mentjük le. Pipa. Így. Né? Ezt a kódrészt most kikommentelem. És most ugye xML-be fogjuk elkészíteni, ezért fölül kell írni az override on create, options menüt, itt is túlval már visszatérünk, így, és azt mondjuk, hogy this menü inflator, tehát Meg mm, kell tanulni gépen is, menü inflator, pont, inflate, ugye fölfújjuk, XML-ből, és jön az, hogy resource, pötty, menü, pötty, main menü, és átadjuk neki a metódusba belerakott, paraméterként belerakott menü objektumot. Így, -ni. Elvileg ez már el fogja készíteni a menünket, és ide is lejövök, itt is ezt a részt, amit ugye előbbi kódhoz írtunk, kikommentezem, és akkor itt pedig az lesz, hogy egyszerűen függetlenül attól, melyik menüponttól érkezik a gomnyomás, egy toast üzenetet fogunk megjeleníteni, mégpedig úgy, hogy az itemnek lekérjük az, a title-ét, ugye ez a get title lenne jávába, de itt nem. Itt title formatted toast length az legyen soft, és már csak meg kell hívnunk a show metódust, és akkor meg fog jelenni. Nos, igazándiból ennyi lenne. Nézzük meg, hogy hogy dolgoztunk. Igen, emulátor ki van választva. És akkor izgatottan várjuk az eredményt. Itt is vagyunk, mindjárt megjelenik a Hello World button, megnyomjuk a menüt. Item 1, Item 2, Submenu, Item 2-t megnyomtam Toast, Item 1 Toast, Submenü, megjelenik ugye az Expanded menü lista, Submenü 1, Submenu 2, Hát azt gondolom, hogy a menükezelés alapjait átbeszéltük, innentől már csak rajtunk múlik, hogy mennyire ássuk bele magunkat, de ne felejtsük el, hogy igazándiból ennek a jelentősége már nem nagy, a menük szerepét folyamatosan egyre inkább átveszi az action bar. Köszönöm szépen, hogy megint itt voltatok velem, és legközelebb újra egy érdekesebb felhasználói felület komponenssel fogunk megismerkedni.